A városunkba érkező turisták minél jobb kiszolgálásáért, útbaigazításáért tavaly év végén egy turisztikai információs pontot hoztak létre Székelyudvarhelyen. A városközpont egyik legforgalmasabb helyén található kis faházikóban a turista szezon kezdetével, május első napjaiban indult be az élet, azóta naponta többen is igénylik az ott zajló szolgáltatást. Szórólapokat, térképeket és egyéb hasznos információt kínálnak a tulajdonképpen a Turinfo iroda kihelyezett pontján, ahol hétfőtől péntekig reggel 8 órától este 8 óráig várják az érdeklődőket. Naponta 15-20 ember érdeklődik irodánk működése felől, ami érdekelné látványosságaink, rövid leírása, katalógusunk van, amelyben 4 nyelven beszámolunk városunk és környékéről. Nagy az érdeklődés a szabadidőkalauz iránt is, illetve az eseményfüzet, ami egész évre szóló programokkal szolgál, és havonta felosztva számol be az eseményekről, amelyek városunkban és környékén történnek. Az érdeklődő többnyire Magyarországról, illetve volt, tehát angol nemzetiségű, meg német turistáink is voltak. Az információs pont népszerűségéről stábunk is megbizonyosodhatott, hisz ott jártunk alatt is számos érdeklődő fordult meg a kihelyezett irodánál. Közülük volt, aki meglepődve vette tudomásul, hogy Székelyudvarhelyen, ahogy ő fogalmazott, ilyen is van. Jó, hogy van. Véletlenül találtam meg, jó lenne, hogyha jeleznék kívülről, hogy ez mi ez a kis házikó, és éppen azt sajnáljuk, hogy a szállodában sem találtunk ilyen tájékoztatókat. Kellenének ilyen tájékoztatók, hogy hol mit találunk, mert az úti könyvek nem mindent árulnak el. Az információs pont létrehozása egyébként egyik megvalósítása a polgármesteri hivatal nyertes turisztikai pályázatának, amelynek révén számos újdonsággal gazdagodott Székelyudvarhely. A beruházások mind a turistaforgalom növelését, a kirándulók hatékonyabb tájékoztatását célozzák. A szoborparkban található kis faépületben október 1-ig zajlik a tevékenység, a téli időszakban zárva lesz, majd jövő tavasszal ismét a turisták szolgálatába áll.